Szevasztok, srácok, ez itt újra a csütörtöki LEGO hírek. A mai adásban szó lesz egy újabb LEGO videójátékról, pár új LEGO IDS-etről, új hírek a brickedekkel kapcsolatban, és újfajta technikmotorok érkeznek a legújabb technikkészletekhez. De vágjunk is bele. Jöjjön az első hír. Az első hír pedig az, hogy hamarosan ugye itt az E3, aminek kapcsán nagy valószínűséggel be fognak mutatni egy újabb LEGO videójátékot, mégpedig egy Star Wars tematikájú videójátékot. A pletykák szerint a játék nagyjából mind a 9 résszel foglalkozni fog, tehát az egész Skywalker szériát és az utána következő történeteket is fel fogja dolgozni. Már csak azért is adnak bizonyosságot erre a híresztelésre, mivel a játékfejlesztői is elismerték, hogy ez lesz a legnagyobb szabású LEGO játék, amit eddig ők kifejlesztettek. Úgyhogy aki szereti a LEGO videójátékokat, annak itt egy újabb lehetőség, hogy ezzel a Star Wars játékkal is kielégítse a videójáték iránti szenvedélyét. Nézzük a következő hírt. A következő hír, amit találtam nektek, hogy egy újabb LEGO IDS termék érte el a 10.000-es támogatottságot, mégpedig a Mystery Shack nevű készlet, ami a Gravity Falls-ból lehet ismerős számotokra. Őszintén szóval én ezt a sorozatot nem követtem, úgyhogy halvány gőzöm sincs, hogy mi ez az épület. Biztos valami nagyon fontos jelenethez köthető. Annyit a setről még el lehet mondani, hogy ez egy hatalmas háromszintes épület lesz, külön parkoló résszel és egy kis golfautót is mellékeltek hozzá. Elméletileg 5 darab figura fog hozzáérkezni, de ez még ugye ki fog derülni, hogy ez átmegye majd a LEGO-nak a vizsgálatán. Így ezzel most már 2 darab 10.000-es támogatottságot elérő készlet van a 2019-es második stage-ben. Ugye az első volt még az előző adásban, említettem nektek a UCS Space Shuttle, és most már itt van ez a Mystery Shack épület is. A következő hír egy nagyon jó információ lehet azoknak, akik szeretik a Ninjago rajzfilm sorozatot, mégpedig az, hogy ugye folytatódni fog ez a széria is, mégpedig 30 epizóddal fog folytatódni a széria is, minden egyes rész 11 perces lesz. A címe pedig a Secrets of Forbidden Spinjutsu. A magyar fordítása gondolom nem teljes tükörfordításban lesz lefordítva, mert általában soha nem úgy szokták, úgyhogy biztos valami fura magyar címe lesz, amit még egyelőre nem tudunk, vagy legalábbis én nem tudok. De menjünk tovább a következő hírre. A következő hír pedig ismét egy LEGO IDS történés, mégpedig az, hogy egy harmadik termék is elérte a 10.000-ös támogatottságot, mégpedig a Thunderbirds készlet, ami egy ilyen hatalmas zöld űrhajóból áll, 5 mikrofigurából és 2 kisebb járműből. A sorozatot én nem ismerem, úgyhogy nekem ez teljesen kiesik ez a készlet. De aki ismeri a sorozatot, az örülhet, mert lehet, hogy ez is be fog kerülni a következő LEGO IDS szettek közé. De menjünk tovább! Ahogy észrevehettétek, 2019-ben nem nagyon érkezett újabb Brickheads. Egyetlen hír volt ugye a Brickheads-szel kapcsolatban, mégpedig a múlt héten, amit meg is említettem nektek, hogy érkezni fog hamarosan a szabadságszobor. Tulajdonképpen mostanában nem is volt nagyon más hír, meg egyáltalán készlet, ami ezzel kapcsolatos, de most már megnyugodhatunk, mivel a LEGO hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-tól újabb licenszes figurák fognak érkezni, és sokkal több mennyiségben, mint ami eddig. Szóval aki hiányolta ezeket a kis figurákat, azoknak ez nagyon jó hír, mivel tényleg vissza fog térni ez a széria is. Következő, ez csak egy ilyen megerősítés, mégpedig azt, hogy a múlt héten ugye említettem nektek, hogy láttam egy ilyen kis pletykát, hogy jönni fog június 1-től egy újabb Creator Expert készlet, mégpedig a Holdra szálló egysége az Apollo 11-es űrrakétának. Most már ez 100%-os, mivel a LEGO a social médiában is elkezdte teaserni ezt a készletet, mégpedig egy ilyen kis videóval, ahogy egy minifigura landol éppen le a Holdnak a felszínén, és ott hagyja a kis kocka lábnyomát, mint amikor Neil Armstrong ugye leszállt a Holdra. Ugyanabban a kék kivágásban, ahogy ő lelépett oda, ugyanúgy egy kis kocka lábnyom van ott. A következő hír pedig azoknak lehet izgalmas dolog, akik sokat szoktak telefonon játszani, és szeretik a LEGO-t is, mivel a LEGO hamarosan ki fog adni egy telefonokra optimalizált kis játékot, mégpedig a LEGO Legacy Heroes Unboxed videójáték, ami a Gameloft fejlesztésével készült. Gyakorlatilag a játék egy ilyen RPG játék lesz, és különböző karaktereket lehet irányítani egy ilyen kis platformerszerű helyszínen. A játék 2019 őszére van behirdetve, úgyhogy akkortól lehet játszani majd hivatalosan is ezzel a mobil gémmel. Hivatalos fotókon is megérkeztek a 2019-es minifigura pakkok, mégpedig érkezni fog egy 4342-es kódnevű Ninjago pack, ami 4 minifigurából áll, és egy kis fegyvertartó állványból. Gondolom, ti ismeritek a minifigurákat, nekem halvány gőzöm sincs, hogy ki kicsoda,
azt látom, hogy van egy piros ninja, akinek van egy bazanagy katonája, úgyhogy nekem ő bejön. A következő pedig egy pókemberrel kapcsolatos pack lesz, ami 3 minifigurát tartalmaz, és egy mini drónt és pár kiegészítőt a figurákhoz. A harmadik ilyen pack az a City Summer Party névre hallgat, a 4344-es, ez gondolom a LEGO City-hez kapcsolódó minifigurák és a hozzátartozó kiegészítők. Van itt 4 darab minifigura, és azokhoz tartozó kis papagáj, kis fagyjárús kocsi, rák, fagyik. Mivel láthatjátok, ez az egész pak a strandolással kapcsolatos, ezért a minifigurák ugye strandöltözetben vannak, tehát szörföznek, búvárkodnak, úszkálnak, ez amaz. Az utolsó pedig a City March Exploration névre hallgat, ami a 4345-ös, ami ugyanúgy 4 darab minifigurát tartalmaz, és pár extra kiegészítőt, ami a marskutatással próbálja megismerkedtetni a fiatalokat. Tehát itt van pár ütvefúrú, mert az elengedhetetlen a marsra, egy íróasztal, amin gondolom egy ilyen napelemes kis valami van, 2 darab minifigurán szkafander van, gondolom ők dolgoznak odakint, és a másik kettőn pedig nincsen, tehát nyilván ők dolgoznak odabent, vagy ha nekik is kint kell dolgozni, akkor ők megszívták. A mai utolsó hír pedig egy ilyen LEGO Technic érdekesség, mégpedig az, hogy a következő LEGO Technic készletekhez egy újfajta motort fog alkalmazni a LEGO, amihez hozzá kapcsolnak egy Bluetooth-szal működtethető távirányítót is. A következő két LEGO Technic készlet, ami érkezni fog, ugye az a 42099-es és a 42100-as, az ugye az első egy offroad autó lesz, a másik pedig a Liebherrnek a R9800-as nagy hatalmas markolója, amit gondolom már sokan vártok. Érdekesség, hogy az offroad autóhoz csak 3 darab ilyen motor, csak 3 darab ilyen motor lesz alkalmazva, még ehhez a nagy markolóhoz 7 darab motort fog alkalmazni a LEGO, úgyhogy nem tudom mennyibe fog kerülni ez a készlet, de gondolom nem lesz olcsó a motorok miatt. Sajnos rossz hír viszont, hogy ez a készlet csúszni fog, mivel a LEGO ígérete szerint ennek a készletnek nyára kellene megérkeznie, de hivatalos fórumokon is elismerték, hogy ez nem tartható, úgyhogy nagy valószínűséggel ősz közepén, október környékén fognak megjelenni ezek a készletek. Na jó, van srácok, ennyi volt ez a kis csütörtöki híradás. Remélem tetszett, hogyha tetszett, lájkoljátok a videót. Kövessetek be Facebookon és Instagramon, mert az fontos. És találkozunk a következő adásban. Sziasztok!